Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Támogatónk a Bestville 2000 Kft. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a parkfermében. Nagy Ati régen volt nálunk, mert el van mindennel mindig foglalva, de most szerencsére így még gyorsan Zemplén előtt ide tudtam csábítani, hiszen jó sok szó lesz ma ralliról, de mielőtt elkezdenénk a hétvégi eseményeket értékelni, azelőtt szegény fáradt szemű Attilát gyorsan megkérdezem, hogy mivel teltek az elmúlt hónapjaid, munkát váltottál, sokkal közelebb kerültél az autósporthoz, erről is beszélgessünk egy kicsit, de első körben az, hogy nem találkoztunk kamera előtt szerintem jó fél éve. Hogyan teltek a hónapok, hogyan telt az autósport, hogy van Attila? Fáradtan, szerintem ez látszik is a szemeden, vagy szememen. Meg a beszédemen lehet, hogy fogjátok hallani, néha, hogy összeakadnak a szavak. Alapvetően nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, de nagyon zűrös éven vagyok túl egyébként, vagy leszek túl majd, hogyha már oda kerülünk, de már most is úgy értékelem, hogy ebben az évben annyit éltem meg szerintem, mint máskor 3 év alatt. És ebben benne van az autóversenyzés része is, a magánélet, tehát tényleg minden egyszerre jött, zuhant rám. Volt egy munkahelyváltásom, 8 évet dolgoztam egy cégnél, nagyon hálás vagyok nekik egyébként. Egyébként a versenymérnökünknek a cégénél dolgoztam 8 éven keresztül, értékesítői pozícióban. Aztán, ahogy nyilván így közelebb kerültem a HRT Racinghez, hogy náluk versenyeztünk, vagy versenyzünk, picit a saját csapatunknak a vezetését, ahogy elláttam, az úgy megtetszett a Légrádi Zolinak, a csapat tulajdonosának, és akkor bekínálta, hogy figyelj, hogy értékesíteni nálunk is lehet, amúgy meg csapatvezetőként, úgyhogy gyere át hozzánk dolgozni. És akkor a kamionos cégnél is vagy, meg a rally csapatnál is? Így van, alapvetően a speditőr cégben is dolgozom, értékesítői pozícióban, a HRT Racingnek pedig Fejérvári Csabival karöltve ketten csináljuk a csapatvezetését, a Csabi csinálja a műhely részét, én pedig úgy ez a front office-os kis... Te vagy a recepciós. Jól látod. Igen. Egyébként ezt most már csinálod egy ideje, milyen élmény, vagy mennyire jó ez, vagy mennyi munkával jár? Alapvetően kicsit kezdem az autóversenyzésnek, vagy a rallinak azokat a bugyrait megismerni, amiket nem akartam. De hát nyilván ez a velejárója. Alapvetően egy picit én jó hiszeműbben állok mindig a dolgokhoz, mint ahogy kéne szerintem. De alapvetően élvezem, meg minden nap tanulok újat. Azért annyira a műszaki részében én nem vontam bele magamat korábban a ralliban, mert azt mixi a korábban említett mérnökünkkel mindent mindig megoldottam. Most, ahogy rendelgetnem kell alkatrészeket, meg robbantott tábrákat nézegetek, tök sok mindenre rájövök, hogy miért működik. Micsoda, ebben motor van, tudod. Ja, úgyhogy igazából kihívás az van folyamatosan mind a két területen. Meg hát tényleg olyan hirtelen jöttek itt a változások, hogy tényleg ilyen nagyjából egy hónap alatt kellett eldöntenem annó, hogy mit akarok csinálni. Akkor mi Szolnokon laktunk, onnan egy költözést megoldani, házvásárlásban voltunk, ami az utolsó pillanatban meghiúsult. Tehát, hogy így nagyon-nagyon pörög az élet, és akkor folyamatosan olyan dolgokat támaszt elénk, vagy olyan megugrandó feladatokat támaszt elénk, hogy picit kapkodom a fejem, hogy egyáltalán hogy tudunk most még létezni a párommal, de alapvetően működik minden az életben, úgyhogy tök jó. 2 hét múlva nagyon fontos verseny következik, ugye az Zemplén. Nyilván nem azt kérem, hogy tippelgessél, meg terveket szőjél, de hogyan várod, izgulsz-e, fontosabb-e, mint más verseny, mi van akkor, ha igen, mi van akkor, ha nem, egy kicsit így az érzéseidre vagyok kíváncsi. Alapvetően annyira elviszi a fókuszomat a hétköznapi meló, hogy keveset tudok sajnos vele foglalkozni, de amint bezuhanok az ágyba, este 8-9-re érek haza, és akkor utána, hogy beesek az ágyba, akkor
rögtön az, hogy ma se készültem az emplérelére, tudod, és nagyon kéne vele foglalkozni, de persze egyébként meg izgalommal tölt el, meg alig várom, meg tényleg most ott vagyunk annak a kapujában, amiről gyerekként álmodtunk, hogy egy igazi nagy abszolút magyar bajnoki cím van kilátásban, hogyha ez tényleg úgy összejön, akkor én azt mondom, hogy a felét már kipipáltam annak, amiért én elkezdtem a versenyzést, úgyhogy persze, nagyon izgulunk, csak tényleg olyan szinten sok dolog van most, hogy egy picit elment a fókusz. Úgyhogy majd, hogyha egy kicsit át tudjuk állítani az agyunkat, szerintem ettől a héttől már meg fog történni, akkor onnantól kezdve full fókusz. És én azt gondolom egyébként, hogy amellett, hogy nem kell, hogy megnyerjük a versenyt, ahhoz, hogy bajnokok tudjunk lenni, azért kicsit presztízsből is jó kell, hogy menjünk az Emblembe hazai versenyen. Nyilván otthon vagytok. Na jó, akkor térjünk rá az EB-re, hiszen annak kapcsán is, bocsánat, 1000 kérdésem lesz még. Ugye Sziléziában, Lengyelországban aszfalton fejeződött be az Európa-bajnokság, ez mindenki számára egy új verseny volt, nem tudom, mentél-e Lengyelországba, aszfalton én mentem. Igazándiból a felületet nézve gyakorlatilag akár nézhettük volna ezt Barumnak is, meg Zemplénnek is, mert hogy bármi baromira ugyanúgy nézett ki. El is mondták egyébként, nagyon sok nyilatkozat szólt arról, hogy meglepően dobálós, meg mennyi minden. Nem tudom, ők nem emlékeznek, hogy mentek az Emplénbe, vagy mennek Baruma minden évben. Tehát... Nem erre számítottak, vagy én nem tudom. De hogy a Bonátótól minden gyors végén meghallgathattuk, hogy hát ez úristen, úristen, mondom, tesó, hát azért jártál ilyen felületen. Rossz felé mentél. Viszont ugyanúgy, ahogy Angliában, itt sem volt olyan eszeveszettül nagy mezőny, azt néztem a nemzetközi szinten, hiszen már csak azok mentek el, akiknek fontos volt ez, hogy ott legyenek. A lengyel bajnokság egyébként erős, én egy picit összességében a lengyeleket előbbre vártam volna, és nem csak a Márcsikot. Én is ezt gondoltam, hogy egy picit előrébb lesznek, de azért látja az EB mezőnynek a keménységét, még hogyha kevés autó is bárhova, ahol mennek. Akárhova mennek, és egy nagyon érdekes tény, hogy az, hogy 8 különböző győztest láttunk ebbe az évben 8 különböző versenyen, szerintem mutatja a mezőnek a keménységét, és nem feltétlenül mindig a helyiek nyertek. Persze dominálni tudnak, meg elől tudnak menni, de alapvetően pont ide azt vártam volna, hogy a lengyelek azok nagyon-nagyon bucira verik itt a mezőnyt. Ugyan. És nem tudom, azért mondani, hogy kicsit ilyen ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, hogy a lengyeleket nagyon előre vártam, mert egyébként meg jóra is sokkal a lengyelek szerintem. Meg egyébként azért azt se felejtsük el, ha már 8 győztes felhoztat, hogy azért az egyik ember, aki küzdött, sőt, igazándiból 2 ember, aki küzdött még a bajnoki címért, azok nem nyertek még futamot se. Igen, nagyon érdekes. És a harmadik is, aki az Európa bajnok lett, az is csak azért nyert futamot, mert oda vitték, ahol ő már nyert egy párszor, tehát jó végig kellett csinálni. Az, hogy például egy ilyen Philip Allen már a szabad edzésen elesett, vagy hogy Mabellini autó nélkül ment fel a rajdobogóra, ez már a versenyelőtt mutatta, hogy azért ez egy baromi nehéz hétfő. Persze. Alapvetően ugye mindig azt látjuk, vagy sokan azt látják, hogy a verseny az a rajtól a célig tart, de nem. Tehát annyira kemény és összetett az egész, és tényleg már egy free practice-en, egy szabad gyakorláson tudsz olyat hibázni, hogy vége az egész hétvégének, holott még el se kezdődött a verseny. Aztán igen, a Mabellinék tök jó pofák voltak egyébként, valami elektromos rollerrel kibéreltek, és akkor azzal jöttek fel. Ugye azt mondjuk el a nézőknek, hogy ez alapvetően szabályos, tehát hogy a rajdobogón való nem megjelenés, hogy ha azt rendesen kérvényezed, akkor azt lehet, mert hogy ilyennél kell ott lenni. Így van, annyi van, hogy volt előtte egy gyűjtő, egy holdingerje, és akkor hogyha onnan nem tudsz kijönni, viszont utána majd a rajtszeremóni után bemutatod a gép, mi az a scrutineer, hogy hívják? A gépátvevőknek. Gépátvevőknek bemutatod az autót. Csak külföldi beszélni. Szóval, hogyha bemutatod a technikai ellenőröknek az autódat, akkor, és persze ezt kérvényben leadod, akkor semmi büntetés nem jár ezért, tehát hál' Istennek. Nagyon vicces, hogy ezek után még lehet futamot nyerni. Az első nap az egy konstansabb nap volt, főleg az időjárásnak köszönhető, mert szárazabb volt, egészen szorosan volt a mezőny eleje. Számomra meglepő volt, hogy Paddon ott van a legelején, főleg azért, mert neki egyáltalán nem kellett sietnie. Ugye a matematika úgy állt, hogy ha ő pontot szerez, akkor már mindenki baphatja. Azért top 10-be lenni neki azért nem egy akkora feladat. Tehát nekem meglepő volt, hogy ő is ott van, de ott volt ugye Mabellini az első pillanattól fogva, az szintén nekem egy picit meglepő volt, főleg az MRF gumi miatt, de tudjuk, hogy gyors a gyerek, de én futamgyőzelmet nem láttam benne még soha, tehát hogy életében nem fogja futamot nyerni, tehát nagyon meglepő volt. Tempestini, oké, hogy ott van, Márcsik, még akár előbbre is vártam. Igen. Franceschi, akinek meg azért tehát mindent is meg kéne nyernie, nagy haverod, nem volt elég az 5. hely, de mondjuk ilyen 20-akra voltak ezek egymástól, vagy mondjuk 20-on belül voltak, és aztán az igazán meglepő számomra az volt,
hogy Bonától viszonylag már egy percen kívül szombat végére. Hogy ezt hogy értékelted? Kit vártál jobban oda, vagy kitől vártál volna nagyobb tempót? Igen, Márcsikot én is ide említeném. A Mavellinire abszolút nem gondoltam. Jó, egyébként Velszben jól ment, ugye második lett. Igen. Tehát ott már volt egy megvillanása, de én azt gondoltam, hogy persze az égiek most így hozták, vagy valami. Meg ne haragudj, az egy olyan verseny volt, ahol azért nem nagyon volt induló. Igen, persze. Tegyük hozzá. Tehát a ötödik helytől már 70 éves brit bácsik voltak. Tehát, hogy MK2-esek. Nem, végig kellett érni, persze, meg végig. Persze, rohadt persze. Nehéz verseny volt, de hogy ott azért dobogon végezni, az egy sokkal könnyebb feladat volt, mint mondjuk egy baromban dobogon végezni. Abszolút, vagy Magyarországon. Persze, abszolút. És egyébként tényleg, hogyha visszanézzük BRC-n a Maberinnek az eredményét, a keményebb versenyeken azért ő jól le van maradva, és most ezért nagy megvillanás ez, mert hogy ez egy nagyon kemény verseny volt, és én azt gondoltam egyébként, hogy viszonylag konstans körülmények között egész jól állt a Maberini, de most itt mindenféle változó körülmény jött, ami jöhetett, és mégis nagyon dominálni tudott. Tehát tényleg azt mondom, hogy ahogy átvette a vezetést, onnantól kezdve nagyon jött felfelé. Persze azt látszott, hogy paddon egy picit elengedte. Szerintem a Power Stage-en mutatta meg ez a legjobban magát, hogy 21-22 másodpercet kapott talán. A Franceschire én azt gondoltam, hogy gyorsabb lesz. Egyébként nekem ő a kedvencem, ha lehet ilyet mondani, hogyha nem ellenfelek vagyunk, akkor én neki szurkolok. De alapvetően valahogy szenvedett ezen a hétvégén. Tehát mondta is, hogy se a gumival nem találja magát, se a beállítással, és egyébként ez látszott is külső felvételekkel, hogy dobálja le az autó magát az útról. Szenvedett nagyon, de mégis vigyorogva szállt ki mindig a végén, és én azt gondolom, hogy ő egy igazi autóversenyző. Nekem az, hogy ennyire tudott örülni a idézőjelben semminek, vagy a vesztésnek, az egy picit színészkedésnek tűnik. Szerinted mikor vesztette el a bajnoki címet? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik volt ez a pillanat az évben, amikor azt mondod, hogy az volt a baj. Nyilván a svéd bukfenc volt a legnagyobb. Szerintem az egy óriás törés volt, ahogy én láttam utána őt nyilatkozni, meg amiket láttam rajta, de igazából az a cseh dupla defektel ment ki, vagy ment el. Viszont ott is este mi találkoztunk, meg tudtunk inni két sört, és akkor mondta, hogy igazából még azért van esélye, de már letett róla. Tehát szerintem a igazi lelkitörés az Csehországban. Hát amikor a gyors közepén elsírod magad, az azon látszik, hogy te is tudod, hogy én is azt érzem, hogy ott a Barumon kellett volna behozni még pontot, és akkor lőtávolba tudott volna maradni. Igen. Armstrongról beszélgessünk egy kicsit. Figyelj, hogy Fordal. Oké, még a száraz körülmények között ott volt az első ötbe, de hogy a vasárnapot megnyerte a vegyes körülmények. Hogy mi van vele? Én nem tudom, hogy mi történt, és pont az érdekes, hogy az Armstrongtól én nagyon vártam évelején, hogy bődületesen gyors lesz, és nagyon jól fog menni. Ettől elmaradt szerintem. De egyébként hozzáteszem, hogy azért tehát az otthoni pályák azért közel vannak szerintem, vagy részben közel vannak ilyen minőséghez, így van. És itt, amit leművelt a csávó, főleg tényleg, amikor megjött az eső, meg minden, tehát hogy? Nem is értem, de le a kalappal előtte. Nagyon komoly, és hogy ezt Forda megcsinálta, én teljesen el voltam ájúva. Ahogy mondtad, ugye a napközben vasárnap átvettem a Benigni a vezetést, és hát Padon el is vettem, mert hát tényleg csak a bajnokság volt fontos. És a Poweren annyira visszavett, hogy végül is még másfél másodperce még a második helyet is elbukta Armstrongra szembe. Úgyhogy Armstrong először állt dobogóra rögtön egy második helyre. Maberinnek az első győzelme, amit ugye egyáltalán nem vártunk, és ugye Paddonnak meg a második Európa-bajnoki címe, amit azt gondolom, hogy az egész szezon tekintve nagyon megérdemelt, hiszen egy futam győzelem, de hogy ő azért mindig ott volt, és ugye ne felejtsük el, hogy volt két olyan verseny az évben, amikor a utolsó gyorsaságén szívta meg, és sokkal jobb eredményből lett sokkal szarabb. Így van. Hát ez ugye Rally Hungary. Például rögtön az elején, igen. Már szegénynek fel volt húzva a zászló, és akkor, amikor mi odaértünk, ő meg lejött defektel, akkor leengedték az zászlót, és feltették a miénket, úgyhogy igen, sajnálom. Az milyen volt egyébként ott megélni? Hát én nem hittem el. Mixi szaladt vissza, szaladt sír minden, hogy megvan, mi van még te? Hát, mi de van miről meg? Beszélsz? Defekt eljött. Tudod, azért fura volt egyébként, de nyilván jó érzés, de amikor így vagy egyébként dobogós, akkor azért nem olyan, mint hogyha saját erőből éred el. Nyilván. Van egy filmünk, a Tempestini hogy fogyott el a harmadik helyről. Azt gyorsan megnézzük, mert azt nyilván a nézők látják a hátul mögött is, de megpróbáljuk mi is megnézni, hogyha Viktor megmutatja, és akkor csak akarnám, hogy... Elfelejtett a jelszavát elvileg a géphez, úgyhogy nem tudja. Igen, mindegy. Azt mondta, hogy ez elő van készítve, ugye? Ezzel például igen. Ezt a részt majd biztos kivágja a műsorból. Ez a dízel emlékperc, ez az. Ez ugye a második nap első gyorsasági szakasza. Az, hogy az a fotós, aki egyébként nem fotós mellény van, tehát szerintem az egy privát fotós, eddig azt gondoltam, hogy fotós mellény van rajta, és ő állhatott oda, de nem, akkor nem. Ő sem állhatott volna oda, tehát ő egy néző. De a kérdésem autóversenyzőként, hogy mi volt a terv?
Tehát, hogy ezzel a tempóval oda nem lehet befordulni. És abból is látszik, hogy, van annyi esze, hogy még kinyitja a kezét is, hogy inkább elrepül előre, mert ha fordult volna, akkor... Beszéltetek, vagy láttatok bármit egyébként ezzel kapcsolatosan? Mert feltett egy pár Instagram sztorit, hogy mi nem volt. Tudom, azért vagyok kíváncsi. Jó. Tehát, hogyha van sztorid, hogy mi történik, akkor nagyon kíváncsi vagyok. Alapvetően azt tudjuk, hogy az R5-ösben pedálgép van, ugye, hogy tud állítani, és a csavar kilazult. Kiesett egyszerűen az anya, lelazult, és a, úgymond a Jézus. Csavar kiugrott és a helyre. Elment a pedál, és nem tudott fékezni. Úgyhogy egyébként amellett meg rohadt jó volt a korrekció, mert tudta, hogy ezt hogyha fordult volna, akkor 24-es forog. Empergés meg be a fák közé. Úgyhogy ez hát a csapatnak a hibája, én azt gondolom. Tehát most nyilván versenyzőként nem te húzod rá a csavarokat. Úgyhogy... Is nem is gondolná az ember, hogy ilyen tud történni, és egyébként meg kívülről azt gondolt, hogy a pilóta hibás, aztán kiderül, hogy baromira nem. Ja, így van. Úgyhogy nem tudott fékezni, beesett ötödik padlónál a pedál, vagy nem az, hogy beesett, de ellökte magától a pedált, és egyszerűen nem tudott fékezni. Az, hogy a fotós az meg ott állt, hát vagy néző, nem tudom, igen, ki volt ő, tehát nem is értem, hogy külső évre oda, hát látod, bármikor megtörténhet a baj, és tényleg ott pár centim múlt szerintem, hogy nem történt óriás. Egyébként Frici küldött olyan felvételeket, amik persze nem kerültek fel a netre, ilyen Rally 3-as belsőből, meg ilyenekből, hogy volt, hogy X5-ös BMW-vel Béla bácsi keresztbe állt, mert nem tetszett neki, hogy ott van a verseny, meg Isten. Tehát, hogy azért itt is, ugye ez egy olyan régió, ahol persze van ralli, de nem ekkora durranásos ralli van, és látszik, hogy ott sem feltétlenül szeretik mindenhol. Ugye ezt tudjuk, hogy Magyarországon is van ilyen, tehát emlékszem, amikor a Dunakanyar volt, és előfutottunk a Janival, hogy valaki valami ezért, ilyen beton, ezért, vagy tudod, ilyen kerékkilukasztó szarokat kihúzgált, meg ilyenek. Hát minket azért nem engedtek rajtolni 1-0-ként, hogy ott van, és mentek leszedni meg az embert, elvinni a rendőrök. Tehát, hogy azért ez hogy mondjam, nem ritkaság, de ezek szerint ott Sziléziában sem feltétlenül az volt, hogy gyertek, játszatok az erdőbe. Hát meg főleg, hogy ott nagyon sok falun meg városon átment a gyorság, és azért láttam, hogy mintha itt előtted most mennének az autók. Konkrétan. Annyira, itt egyébként a lengyeleknek ez a házak között autókázunk, az teljesen hétköznapi. Ugye a Power Stage-en a Amari Molle ment be valakinek a házába például ott is a kertbe. Ezt nem láttam, megmondom őszintén. Nem láttad? Nem, ezt nem. Úgy volt, hogy szerencsétlen ilyen kihordáson, vagy ilyen sáron felúszott, és az oldalába bevert a fakaput, majd utána nem volt más megoldás, bement a kertbe, ahol így mindenki nézett, hogy mi van, ott forgolódtak a kertbe, és csak úgy tudtak kijönni, rém kellene. Veteményest felásta egy kicsit. Kicsit ott a úszodát. A Michelin lett a gumibajnok. Van-e bármi hozzáfűzni valónk? Nekem az is meglepő, hogy az MRF-fel futamot nyernek egy ilyen erős mezőnyben, mert persze tudjuk, hogy a Larina személyében van MRF-es Európa-bajnok, csak az egy másik Európa-bajnokság volt. Ha azért mentél sokféle gumival, hogyha mérlegre kell tenni 18-asba ezeken az autókon, éri-e a forintot a Michelin? A Michelin, igen. Most hoppá, majd ebbe húztál a csőbe. Igen, én azt gondolom, hogy nyilván a Pirelli és a Michelin a két meghatározó gumimárka teljesítményben. Marketingben azért az MRF az előrébb van, de alapvetően a Pirelli meg a Michelin tényleg az abszolút rally gumi szerintem. Ez azért látszik az eredményeken is, bár én azt látom, hogy a Hankook meg az MRF is folyamatosan fejleszt, és egyre-egyre jobb eredményeik vannak, de azért ez még egy picit várat magára. Egyébként a Michelin úgy lett bajnok, hogy az MRF átvette a vezetést ugye a versenyen, Mabellini személyében, és hogyha ez nem így történt volna, akkor Pirelli a bajnok, én úgy számolgattam. Tehát ugye tök érdekes, másnap derült ki, lehet, hogy a Pirelli picit más zsebébe érezte az Európa bajnoki címet, aztán így a érdekes mód, hogy a MRF előrébb végzett, így a Michelin lett a bajnok. De hát érdekes, igen. Én azt gondolom egyébként, hogy az MRF házatáján is azért van most egy kis baj, egy kis kavarodás, mert a Larina elhagyta őket az éven, és átment a Michelinhez. Mondjuk ott nála alapvető bajok vannak, mert ide már el se jött, mert érezte, hogy fölösleges a pénzköltés. Igen, nem tudom őt hova tenni. Ugye erről beszéltünk, hogy 22-ben, amikor ment, én azt gondolom, hogy akkor sem ment jól, ő nem volt egy meghatározó szereplő, de mégis valahogy nagyon szépen összejött neki, egy-egy rész megvillanása van, amit mindig csak meglepődünk, hogy micsoda csávó megtanult vezetni, vagy milyen helyzet. De most kíváncsi leszek egyébként, hogy jövőre, hogyha igazi Michelin-es évet teljesít, akkor hogy fog szerepelni. Mit tudunk a jövő évről egyébként? Mennyi információd van? A versenyek tekintetében? 8 fordulót tudok, picit átalakul az egész. Annyit tudok, hogy Spanyolország aszfalttal kezdünk, és utána jövünk ide Magyarország. Veszprém Rally. Az összes többi az még egy picit kialakulóban van, de alapvetően ez a Szilézia például pont benne lesz ugyanúgy a naptárban.
Nektek a magyar bajnoki címtől függetlenül a jövő év az inkább az EB-ről fog szólni, vagy az a terv? Én azt gondolom, hogy igen. Hogyha nem is teljes EB, akkor is 4-5 versenyt szeretnénk belőni. Most egészen pontosan 4-et, és akkor utána, hogyha jól állunk a bajnokságba, akkor mi megyünk tovább. De alapvetően szeretnénk magyar bajnokságot menni, ahol tudunk, meg egy jó pár EB-t, tehát rögtön belekezdeni nyilván az első négybe, aztán, hogyha van tovább menni pénzünk, akkor biztos, hogy folytatni fogjuk, de még egy ilyen évet nem szeretnénk bevállalni, mint a mostani, tehát ilyen keszekusza, félig meg volt a pénz, félig nem, tehát ilyenben nem szeretnénk még egyszer belemenni. Teljesen kézenfekvő. Kicsi témaváltás, Kalle, mert hát szegényként megint nem tudott unatkozni ezen a hétvégén, most Zolderben az utolsó Porsche futama volt a Benelux bajnokságnak, tehát annak a bajnokságnak, amit hivatalosan csinál, mert egyébként ugye beült múlt, vagy két héttel ezelőtt egy olaszba is, na mindegy, és rendkívül jó hétvégét teljesített, mert az időmérő edzéseken nem ő volt a leggyorsabb, de az egyik gyorsabb versenyzőtől elvettek egy kört, úgyhogy volt egy pole pozíciója, meg egy második helye, és a versenyek végén egy harmadik helye és egy győzelme. Tehát a zárófordulót meg tudta tisztán nyerni, úgyhogy nagy boldogsággal ebben a bajnokságban is 3 futam győzelemmel zárt, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen mindegy, mit fog jövőre csinálni. Ennek a csávónak mindegy, mibe ül, ami gurul, avval elég jól megy. Teljesen mindegy. A driftet néztem, hát ott is agyon ver mindenkit. Beteg. De tényleg beteg. Nem és hogy elmegy utána Japánba, átrepüli a fél világot, és jetlaggel együtt belül egy ismeretlen driftautóba, és megveri a D1-et is. Igen, tehát ez hogy? Nem értem. Meg utána, hogy ráül egy ilyen Porsche-ra, és akkor éppen az a gyors. Na mindegy. Volt Rally Legend, nagyon sok magyarral és nagyon sok nézővel. Megint elképesztően jó volt azt látni, hogy micsoda nézősereg megy még ki erre a versenyre. Én kicsit azt hittem, hogy pár évvel ezelőtt ennek el fog a varázsa egy picit tűnni, és majd visszaesik, de megint azt láttam a felvételekből, hogy elszeveszett mennyiségre. Szerintem erre nagyon nagy igény, vagy nekem is nagyobb igényem van, megmondom őszintén, erre, mint folyamatosan nézni a hibrid VRC-ket. Tehát tök jó gyors megnézni, de inkább egy durogós lancsiát nézek, mint egy ilyen. Tehát azt gondolom, hogy ez mindig szexi lesz az embereknek, oda el fognak menni. Eszeveszett mennyiségű kategória, ugye itt van külön normál verseny, van VRC verseny, az, amiben beletartoznak az Rally 2-k is, meg a Mitsubishik is, meg vannak mindenféle hisztori kategóriák. Nagyon sok magyar volt, végig se tudnám mondani, hogy ki hol végzett, de nagyon sok dobogós helyezésünk van. Kim volt egyébként Subi a Fiesta VRC-vel, ami megállt, aztán másnap újra tudott menni, de a VRC eredményekben Formó nyert ugye a hibriddel, Peder Szóli, ami azt hiszem egy Citroen, egy lokálpilóta, egy olasz előtt, és Heikki Kovalainen, Janne Fermel az oldalán lett a harmadik szintén Citroennel. A top kategóriában Kazár Miki és Megala abszolút 15-ek lettek egy nagyon szépen felhúzott Mitsubishivel. Van egy-két nagyon jó felvétel Mikiről. Jó szó. Jól, igen. Tehát az a szűkítő.hu-tól jöttem. De azért Miki látszik, hogy nem felejtettem vezetni, mert láttam egy-két olyan körzőzést, hogy imádtam nézni. És historikban az abszolút 7. helyen végzett a szombathelyi Hefner VFTS trió, akik a legutolsó pillanatban kiderült, hogy kaptak valami 30 másodperces büntetést, tehát visszácsúsztak, de úgy tudom, hogy a legjobb alapvetően érték abszolútban szombathelyéké lett volna. Úgyhogy nagyon gratulálunk a magyaroknak, meg a sok magyarnak, aki kim volt és nézte ezt a remek jó rendezvényt. Bemutatkozott Subaruval, gyári top autóval Lia Block is a hétvégén, erről is van filmünk, úgyhogy Viktor, kérjük, hogy azt mutasd meg majd nekünk, hogy mi lett ennek az eredménye. Ugye azt kell tudni, hogy ott a bajnokságot már megnyert, az amerikai bajnokságot a Brandon Semenyuk, aki ugye egy picit ilyen orosz nevű kanadai úriember, és az ő autójába Pastrana mellé Lia Blockot beengedték, és azt hiszem a 7. gyorsági szakaszig jutott el szerencsétlen. Addig sem volt feltétlenül túl jó az eredmény, ez egy picit lett csak szerintem sok, van egy-két fotó is róla, hogy mi maradt belőle, olyan nagyon nem törte össze a kocsit, de mondom, addig sem volt olyan eszeveszett jó az eredmény. Nekem csak az a furcsa, hogy ugye elég sok hír van arról, hogy maga a Hunigen vállalkozás, ami ugye Blocknak volt a sztoria, az milyen milliárdos negatív rekordokat döntöget, és hogy kezd bezáródni. Ehhez képest a lányban még mindig sokan hisznek, vagy adnak nekik lehetőséget. Inkább lassan mentem volna, és befejeztem volna. Én is azt gondolom, tehát hogy a név az nem mindig kötelez szerintem, és azért ezt elég sokszor láttuk már ebben a nagyvilágban, hogy ez nem mindig van úgy, hogy ha apa tudja, akkor én is. Nagyon durva, nem hiányzott volna. Egyébként hozzáteszem, és tényleg szó ne érje a ház elejét, hogy Ken Blockról egy rossz szót nem tudok szólni, de azért ő is esett kelt. Én mindig azt mondtam róla, hogy Isten nyugosztalja, hogy egy rendkívül jó marketing figura. Abszolút. Ő iszonyat jól fölépítette magát, abszolút, meg ezt az egész biznisz maga köré.
nem feltétlenül a leggyorsabb autóversenyző, de az amerikaiaknak valószínűleg nem is az kell, így hanem van. A 100 milliós megtekintésű filmek. Így van. A show. A show. Ennyi. Újabb videó, hiszen volt Amerikában, IMSA bajnokságban, Road Atlantán, azaz ugye, ahova majd az F1 is megy, egy úgynevezett Petit Le Mans, ne kérdezd, hogy miért pont ezt a nevet választották, ami természetesen egy hosszú távú autóverseny, egy ilyen remek jó 10 órás kis buli az összes hypercarral, és a képen azt láthatjátok, hogy a versenyben egyébként a 9 perc volt vissza a hosszú távú versenyből, amikor a Cadillac átvette a vezetést, és 4 perccel a célba futás előtt ez történt, elment a lámpája az élen haladó autónak, és hát az egyik az, hogy utána egy pillanatra majd visszajön, de hogy leteljesítette a maradék 4 percet sötétben, és ahogy látjátok a tempóját, egy Porsche-val versenyez, aki jön mögötte, hogy az nem tud hozzá közeledni. Pedig van túl sok fény azért nincs a pályán, még előzgeti a GT2-eseket, az íze véget. Tehát, hogy látod, egy pillanatra visszajön. Úgyhogy... Itt hogy megerülhetett, hogy ez az? Ez az! Most két kanyarig van kép. De hogy ha már tényleg a pedálgép hibájáról beszéltünk, hogy az milyen lehet egy hosszú távú versenyen, amikor ilyen sötétül minden? Ez nem is értem. Tehát tényleg ott alapból nagyon kell tudni a pályaversenyzőnek a pályát, de így. Nagyon durva. És végül is így ez az egyes rajtszámú Cadillac megnyerte a futamot, viszont a bajnokságot meg ott a Porsche húzta be. Úgyhogy ez lett a vége. Volt egy fontos bejelentés a Toyota és a Haas együttműködéséről, ugye Forma 1. Erről majd szerintem jövő héten beszélgetünk egy picit többet, mert Csabi ez biztos tudja értékelni, hogy ez mennyire fontos, az, hogy a Toyota visszatér, milyen mértékben tér vissza, jelentheti-e azt, hogy ez hosszú távon majd egy Toyota csapat lesz, és esetleg megvásárolják a háztól. Úgyhogy ez volt a, igen, köszönjük szépen, lesz rajta szép Toyota Gazoo Racing felirata a ház hátulján. Terjeszkedik a Toyota elég szépen, mert már minden versenyszférában van. Minden no. Pénz nem számít. Így. Pedig azért tudjuk, hogy nekik sem feltétlenül, mi örülünk ennek, de nekik sem ez a kommunikáció. Abszolút. Igazából, hanem ugye Ződnek kéne lenni meg minden, de hála jó Istennek itt azért a Gazoo Racing az még sokat számít. Volt tereprali világkupa, nem, világbajnokság, tehát hogy hívják ez pontosan? V2RC, igen, ez a hivatalos neve, Marokkóban, ami ugye már mondtam Janival múlt héten, hogy elindult, de ezen a héten zajlott a verseny, rendkívül izgalmas eredményei voltak, ugye egy teljesen új csapat is bemutatkozott a Dacia személyében, ami azért egy ProDrive építés, de Dacia-nak hívjuk. A Mininek is új autója van, és ugye az első igaz éles bevetése volt még a Fordnak is, úgyhogy nagyon sokan próbálkoztak itt jó eredményt elérni. Elég szanaszét hordott eredmények születtek a napokban, hiszen nyert többek között a Sainz is szakaszt Forddal, de úgy, hogy egyébként ő technikai hibával meg az egyik napon el se indult, tehát az összeredménye nem lett jó. A Nasser nyert két napot, a Loeb is nyert egy napot, nagy haverod, és nagyon jó napot nyert, mert azt hiszem az utolsót sikerült megnyernie, és ezzel az abszolút második helyen tudott végezni. A győzelmet Nasser húzta be, ezért Nasser lett a világbajnok, mert ugye Al Rajival a Saudi sejkel vívott, aki a Toyota versenyzője, aki egyébként a negyedik helyen végzett, tehát ő is rohadt jól ment. A Toyota megnyerte a márkák között, és egyébként azon röhögtem, hogy áll ez a bajnokság mondjuk 5 futamból, a Nasser 3 különböző márkával teljesített, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért az idei éve neki elég harcos volt, mert volt még, amikor Toyotával vett, volt, amikor a ProDrive-os autóval, ugye a BRX-el, és most meg már a végén, most már Dacia-val. Viszont ennél keményebb bemutatkozás a Dacia-tól, és tudtam volna képzelni, hogy 1-2. És ez azért érdekes, mert hogy a Nasser egyszer már otthagyta a Dacia-t, hogyha jól emlékszem, igaz? Mindig harcol. A ProDrive-os csapatot hagyta ott a Huntert, azokra csapta rá az ajtót, hogy ezt a szart akkor vigyétek innen, de látod, azért mégiscsak. Igen, mert valahogy visszataláltak. Végül is ezt ugye ugyanaz a brigád üzemelteti, csak máshogy néz ki. De egyébként meg ahhoz képest, hogy egy új autó bemutatása is eddig, oké, sokat teszteltek, de csak teszteltek, és ez volt az első éles bevetés, szerintem meglepően jó az eredmény azért az 1-2-t, azt abszolút. Na, sokan aláírnánk. Személyesen láttam egyébként élőben ezt az autót, ez elég komolyan meg van építve. Kint voltunk Franciaországban egy Loeb rendezvényen, és ott megcsodáltuk ezt az autót. Az már nem Dacia, érted? Tehát. Kevés benne a Dacia? Nagyon kevés. Dacia a logó. Tartalmaz. A logó. A logó. Voltak magyarok is a futamon. Lónyai Pali a Challenger kategóriában, ugye ez ilyen SSV, tehát ez, amivel mi is szoktunk Jánossal rohangálni. A 13. helyen végzett körülbelül 40 indulóból, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó eredmény.
és volt magyar motoros versenyző is, Hodola Richard személyében, aki pedig ebben a Rally 3-as kategóriában nagyon sokáig a dobogóért küzdött, és végül is az ötödik helyen végzett, úgyhogy neki is abszolút nagyon gratulálunk. Úgyhogy ez volt a világbajnokság, ami mindjárt újra kezdődik, mert ugye a következő Dakar az már a következő évi első futam, tehát ők egy hónapig pihennek, és már nem is tudnak a vödörnek örülni, mert már újra kell koncentrálni. Már menni kell tesztelni. De ez mennyire durva egyébként. Nagyon kemények egyébként. Ugyanúgy, mint mondjuk a Rally világbajnokság is, tehát az is befejeződik majd november végén, de január közepén már következő évvel foglalkozol. És közben folyamatosan tesztelsz és csinálod, és a következő fejlesztések. Tényleg ott egy kérdés, Janitól is megkérdeztem, te a Formot melyik csapatnál várod? Nem tudom, egyébként én az M-sport helyében nem engedném el. Én se, csak hát tudod. Igen, tudom. Figyelj, nem tudom, én azt gondolom egyébként, hogy Hyundai vagy valaki le fogja. Hát a Hyundai nagyon szóba hozták. Igen, szerintem a Hyundai. A jövő hétvégén, illetve ami most jön hétvégén, van VRC, ugye Közép-Európa. Lesz Sanremo Historic EB, meg azért nagyon fontos verseny egyébként is, és visszatér a Forma 1 is ugye Amerikába, úgyhogy jó éjszakai programjaink lesznek. Sokat nem alszatok majd. Megint, nagyon örülök neki. Úgyhogy ezek lesznek a héten, és akkor a utána levő héten pedig már ti is versenyeztek, akkor lesz Zemplén, úgyhogy majd azzal természetesen foglalkozunk. Ati, nagyon köszönöm, hogy voltál. Köszönöm. Nagyon sok sikert kívánok a Zemplénre, meg mindenre, meg a munkához, meg mindenhova. És majd elvárlak így a következő hetekben is. Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, és megnéztetek ma is bennünket. Jövő héten is lesz Parkfermi, akkor is tartsatok majd velünk, addig is iratkozzatok föl, Insta, Facebook, YouTube, TikTok, nem tudom, biztos van még egy pár darab ilyen felület. Valahol mindenhol ott vagyunk, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Támogatónk a Hotel & More, aki már 22 magyarországi és 8 külföldi szállodával várja a pihenni vágyókat. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Támogatunk a Bestville 2000 Kft. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Ha játék és internet, irány a játéknet. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország.